Több mint 100 km per órás szél söpört végig vasárnap Magyarországon. Ez a szélvihar elérte Szabadkát is. Palicson, a tópartján lévő étterem tetőjét megrongálta a szél, betörte az üvegeket. A tulajdonostól megtudtuk, hogy szerencsére nincsenek sérültek. Két autóval jöttek ki a tűzoltók, és elhárították a kárt. Ijesztő látványt nyújtott a megrongált épület a háborgó palicsi tópartján. Üvegszilánkok mindenütt és a letépett tetőszerkezet maradványai a földön. A tűzoltók kiérkezésük után a veszélyes részeket távolították el a tetőről, hogy az ne essen rá a sétálókra. Hajdújáráson is okozott károkat a vihar, egy fa dőlt az útra, ez nehezítette meg a forgalmat. A helybeliek próbálták elhárítani a problémát. A segítséget nyújtó járókelők elmondták, hogy percekig állt a forgalom, mire sikerült az út egyik oldalát szabaddá tenni a forgalom számára. Egy öreg korhat fa dőlt az útra, és csak a szerencsének köszönhető, hogy az nem egy ott haladó autóra zuhant. Csantavérről is érkezett hír egy kidőlt fáról. Ott sem sérült meg senki. A Szabadka-Zombor vonalon közlekedő vonat útvonalán is történt fennakadás. Ott több villanykaró dőlt a sínekre, ahol az utasok segítettek a mentésben. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet tájékoztatása szerint még az esti órákban is előfordulhatnak nagyobb széllökések. A szélsőséges időjárás anyagi kárt okozhat, veszélyeztetheti az embereket és az állatokat. A tartományban ezért narancssárga riasztást adtak ki. Érdemes követni a hivatalos figyelmeztetéseket.